tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tűnj be a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Klaudiával, aki hitoktató, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Tisztelt hallgatók, ez a Parallaxis 74. adása, a mikrofonnál Géza, aki mérnök velem van viccem Vince Miklós, az LKH t elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa, valamint Ivanics Riger Claudia, a Vakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, aki földrajztanár és hitoktató. Sziasztok! 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 Első kérdésem Miklóshoz szólna valami azért történt itt a hétvégén, valószínűleg keveset aludtál szombaton. Elmeséled nekünk? É, ja, igen, persze. Ez így van, valóban igazából a kutatók éjszakájára célozgatsz itt, ami ugye, mivel hogy az adást egyébként ilyen kulisszatitkokat árulunk el, hogy október 3-án veszük föl, tehát a kutatók éjszakája a szeptember 30-án volt, és persze október 1-én is, tehát ez igazából egy kettőnapos napos program, és én egyébként szerintem nem én vagyok itt az egyetlen, akik programot csináltak kutatók viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy, hogy az ELTE, ahol én vagyok, és ahol mi csináljuk ezt a Kármán Labort, ez nagyon régóta egy de elég népszerű kutatók program. Itt mi labor kísérleteket mutogatunk be, meg minden, de olyan még most fordult elő először velem, hogy, hogy valaki a hangom alapján felismert az ott levők közül hogy hát izé, ez a, a, nagy bácsi, a bácsi a Szokolébresztőből, Ja, úgyhogy a bácsi, tehát ezt hangsúlyozzuk, hogy bácsi. Na, szóval, hogy ezt is megértük, ugye nem tudom, most ennek örüljek-e vagy sem, de nagy siker volt, és egyébként utána, mivel hogy én a két laborcsoportot vállaltam, és azt le is nyomtuk, ugye este 8 készen voltunk, és akkor utána mi is elmentünk kutatókészakája programokra. Most egy fantasztikusat el akarok mondani, ami szerintem arról még sokat fogunk hallani, mert szerintem ez egy legendás program volt, amit a Műegyetem Q épületében szerveztek. Az volt a címe, hogy fizika és zene. És az úgy nézett ki, hogy mindenki kedvenc fizikai kísérlet bemutatója Öveges Józsi bácsi óta, Hertlein Károly csinált fantasztikus akusztikai kísérleteket, miközben ott volt egyébként, ott volt például a BML szimfonikusoknak néhány tagja, akik közben zeneműveket, nem közben, hanem felváltva zeneműveket uh, mutattak be, és uh, ott volt Grillusz Dániel, aki ugye ikonikus, mint Kaláka együttes tag, meg mint amúgy is önmagában is, és uh, ugye elhozta konkrétan azt a furuját, a, amivel annak idején följátszott a magyar népmesék betétdalát, és eljátszotta konkrétan a magyar népmesék betétdalát is, vagyis hát főcímzenéjét is, visszafelé. És akkor például ilyen kísérleteket mutattak, hogy felvették és lejátszották visszafelé, és akkor izé meg kellett tippelni, hogy mit játszott visszafelé. És pont az Audacity-ben, amiben spoiler, vagyis ilyen kis, nem spoiler ez, hanem ilyen kis titok, ezt az adást is abban rögzítjük. Na, ugyanebben a programban bemutatta, bemutattak nagyon érdekes, jópofa dolgokat, Szóval óriási poén volt, és, és a nagy, na, nem kis büszkeségemre mondhatom, hogy a hat és fél éves kisfiam is simán bírta, pedig igen, csak éjfél után értünk haza. Úgyhogy tök jó volt. Kutatók éjszakája zseniális. Visszafele lejátszva a magyar népmesék az ilyen sátánista. is. Nem, tök jó, tök jó kis dallam visszafelé, de ugye furujába le, visszafelé, és megfordítod, akkor tök jó, jól hangzik. Viszont eljátszott azt is, hogy hogy egy Citerán eljátszotta visszafelé, és akkor megfordította oda Citybe, és akkor odafele nagyon vírd tudod, mert a Citeránnak ugye ilyen elhalkuló hangja van, egy pendítés után, csak és, akkor... és akkor így ez egészen földön túli muzsika volt, szóval jót szórakoztunk. A kutatókészakája remek, tehát aki most kihagyta volna, az jövőre semmiképp se adja ki. Országszerte zseniális programok vannak. Akkor ez egy program ajánló jövőre. Bizony. Klaudia, te ott voltál valahol a éjszakája? Kimaradt a kutatókészakája így az Egyesület részéről. Szoktunk különben lenni Fehérváron, ö, bocsánat, Várpalotán, de aki Várpalotai tagunk most kint van Japánba és ezért most így nem szervezte meg ezt a programot, Eredetileg végül is úgy lett volna, hogy lett volna egy programunk erre a napra, ami nem kifejezetten ehhez a kutatók éjszakájához kapcsolódik, de aztán azt, az, az elmaradt, mert akik hívtak volna, egy szintén egyesületők meg nem nyertek meg egy pályázatot, és így nem tudták a programot tulajdonképpen kifizetni, úgyhogy most így sajnos nekünk ez elmaradt. Hát és sajnálatta halom, de akkor majd jövőre mindenképp. Hát reméljük. És hát akkor szerintem térjünk rá erre a tudományos skifi akció thriller. Hogy mondod? Hú, mi volt ott az első szó? Ha, Szerintem a tudományost azt felejtsd el. Hát figyelj most, a skifi, tehát ez science, science fiction, tehát benne van, mondjuk én nem adtam volna na, ezt, a, ugye. ezt a ennek a filmnek, de akkor mondjuk ki, tehát ez az űrvihar, a Geostorm, hát... Uh, uh, na. Na szavakat is ugye? nehéz nehéz találni. Ugye, ugye Miklós, te mondtad, hogy, hogy hogy lassan már így sikerül összeszedni az agysejtjeidet, vagy az agyvelődet, ahogy a legutóbbi megnézésed után, tehát miután legutóbb megnézted a filmet, szétfröccsent, hasonlóan érzek. Most <laughs> egy fél perc néma csönd, csönddel emlékezzünk meg azokról az agysejtekről, amelyek elpusztultak. Igen. Addig egy kis promó. <laughs> tehát azt tudni erről a filmről, hogy ugye Dean Devlin rendezte. Bocs, most én vissza kell kérdezek, mert én, én szűz voltam ebben a dologban, mert én ezt ma láttam először. Most Géza, te viszont szerintem neked nem, nem mostan se kezdődött a kapcsolatod a, a Geostorm-mal, tehát ezt te láttad annak idején, amikor kijött? Én láttam, tehát én ezt a, ezt a filmet láttam már, amikor megjelent, és még azóta is láttam, amikor a tévében adták, mert ugye hát, hogyha most lehet valamit nézni, ami ami ilyen katasztrófa film, akkor az ember azt nézi. Alapvetően, de... A magad nevében beszél. Hát igen, jó. jó ez egy érv. De, 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 hogy nekem az a bajom az egészen, hogy ha valamitől azt gondolnád, hogy ennél nagyobb hülyeséget nem lehet már, akkor ők megteszik a filmben. Tehát, hogyha azt hiszed, hogy a 20 centi átmérőjű hógolyó az nagy, akkor tévedtél mert az űrviharban körülbelül ilyen autó hógolyók is esnek. És ha ez lenne a legnagyobb És ezt meg baj. is kérdezném tőled, Miklós, hogy ilyen lehetséges egyébként? Hát nézd, elvileg igen, de tehát ugye már mint hogy lehet gyártani bármekkora jégtömböt, tehát elő lehet állítani. Az, az égből. Olyan ugye nem, nem, nem igazán lehetséges, mert Ugye ehhez érteni kell, hogy itt igazából ugye arról van szó, hogy itt csapadékképződésről van szó, tehát akkor ott a csepp méretet az tulajdonképpen a cseppesedési folyamat határozza meg. Most nyilván azon, hogy minél nagyobb a hirtelen lehűlés, nyilván annál nagyobb tömbök tudnak, vagy csöppek tudnak úgy egybe összeválni és kikristályosodni, mert igazából egy kristályosodási folyamat a húpehely keletkezés, de, de hát ugye a filmben őszintén szólva nekem fel sem tűnt az a probléma, hogy mekkora, mekkora hó, hópelyhek keletkeznek, mert az egész például, ha már itt a hőtani dolgokat behozzuk, és akkor szerintem gyorsan, gyorsan szaladjunk el, hogy ez, 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 egy mondatban, ez a film ez arról szól, hogy van egy, egy űrbéli műholdrendszer, meg egy űrállomás, amivel az emberiség csodálatosan megoldja a klímaváltozást. Lényegében éghajlat finom hangolás és irányítás. Tehát elég lehet kontrollálni egy műhold rendszerrel az éghajlatot, ám de ez a műholdrendszer ugye rejtélyes körülmények között hirtelen elkezd nagyon csúnya dolgokat művelni, és akkor ezt kell helyretenni, és persze kiderül, hogy egy, hogy egy, hogy egy, galád összesküvő banda áll a háttérben, élén az Egyesült Államok alelnökével. Egy, tehát ez a sztori. Na most ennek keretében látunk ilyeneket, hogy például, vagy ha valami irányított sugárnyalában lefagyasztana egy falut, vagy nekem az az egyik kedvencem, amikor, amikor jön ki valami óceánból egy ilyen, hát nem is mondanám, hogy, hogy szök cunami, hanem egy kisebb, de de ez, ez komoly, egy komolyabb méretű hullám, és akkor még mielőtt kiér a partra, hirtelen olyan üzemmódba kapcsolott a, izé, ez a csodálatos műhold, hogy hogy pff, így a tarajos hullámok így hobbe, befagynak, meg a a tengerparti napozók is hirtelen befagynak, kivéve azok, akik a, a brutális hidegfront elől valahogy meg tudnak menekülni épp hogy, ami annak Mint a bikinis csaj. A bikinis csaj, így van. Akire egyébként egy Boeing 747-es is ráesik egyébként, mert hát lehűl a levegő, akkor nyilván a levegő gyakorlatilag lefagy a talajra, vagyis a, meg hát nyilván a sugárhajtómú is bekrepál, magyarul egyszerűen elveszti a siklási képességét a, a jumbo, és így majdnem ráesik az is a bikinis csajra, akinek azonban persze semmi baja nem lesz. Tehát annak idején mennyit röhögcséltünk azon, amikor a Holnap Után című méltán szétfikázott alkotásban az volt, hogy jön a hideg front, és bemenekülnek előle a könyvtárba, és becsukják az ajtót, és akkor hú, kint maradt a hideg. Na most az a kanyarban sincs ahhoz képest, ami, ami itt történt. Tehát mintha konkrétan azt mondták volna az írók, hogy, hogy, hogy na fogd a söröm, és, és tudok én ennél nagyobb kreténséget írni. Sikerült. Hát én nagyon-nagyon örülök, megmondom őszintén, mert ezek szerint a kedvenc jelenetünk az, az egy és ugyanaz. Tehát nekem is ezt tetszik. Mert <laughs> hát azért nehéz am, legjobban, amikor, amikor megfagy a hullám, meg a bikinis csajos. Na de ugye vissza az alapvetéshez. Tehát hasonló, ugye, mint a holnap után van. Tehát a klímát elcsesztük, ezért minden rossz lesz. És uh, ami nekem fura volt a hogy mégse láttam ilyen imádkozó embereket, meg ilyen kántáló hittérítőket, pedig ugye ezekben a filmekben azért ez benne szokott lenni, mert ezt a vallást, meg hát a különböző csapásokat összehozzák ugye vallással, meg hogy Isten haragjával. Claudia, mit gondolsz erről? Miért nem volt ez? Na most először is ugye ezt én is hiányoltam a filmből, én, ugye, de direkt én is csak az adás kedvéért néztem meg, mert különben szóba se álltam volna egy ilyen filmmel. És nyilván előtt azért el, megnéztem már, hogy miről szól. És már ott se írtak ilyesmit, és nem már akkor fölmerült, hogy ezek szerint ebben nem lesz. És, és tényleg, és nem, nem volt nem volt semmilyen, ilyen, tehát, hogy tényleg ezek a ilyen itt a világ vége, meg ezért érjetek meg, tehát semmilyen vallási dolog, holott tényleg ezek bármilyen akár katasztrófa filmben, is, tök mindegy, hogy az most egy B-kategóriás filme vagy sem, ezek tökre kéz a kézben együtt járnak, ha, ha máshol nem, akkor valahol a háttérben legalább egy darab ilyen, mondjuk ilyen őrült tüntetőt látunk, aki ugye mutatja a táblát, hogy itt a vég, és, és hogy ebbe így, így, így nem volt. És hát igazából, hogy miért nem volt, nem tudom. Szerintem vagy nem tartották fontosnak, vagy nem ezen a vonalon akartak elindulni, vagy a rendezőknek ö, eszükbe sem jutott ö, ilyen vonalat belerakni. Még nem csak, hogy őrült hittérítőket, hanem ami Hollywoodtól szerintem különösen szokatlan, főleg az ilyen, ilyen világvége filmekben hogy egyáltalán nem látunk benne vallásgyakorlókat. De nem az, hogy, hogy, izé, hogy őrült szektásokat, hanem még annyi sincs, hogy izé, minden ilyen filmben, mint hogy a, a világ meg Amerika lakosságának a számot tevő része vallásos, tehát ezért mindig beszoktak rakni valami ilyen jelenetet, hogy és most mondjuk el egy imát, vagy akármi, de, de most ebben semmilyen nincs, és uh, szerintem itt lehet, hogy a, amiatt van, bár lehet, hogy ezt a rendezők se gondolták túl, hogy ez ugye már egy olyan emberiséget mutat be, ami már legyőzte a klímaváltozást. Na igen, tehát én erre, erre próbáltam volna reflektálni, hogy valószínűleg ez a jövőben játszódhat valamilyen szinten. Mert ugye úgy kezdődik, hogy már ezt kiépítették, ugye képítették ezt a fantasztikus nagy hálót a Föld köré, ami tele van ilyen műholdakkal. És ha emlékeztek arra a jelenetre, ugye főszereplő Gerald Butler, és amikor van az a rész, hogy ugye ő már leszerelt, és akkor a testvére oda megy hozzá, hogy ki kéne menni megjavítani a dolgokat és ott van kint egy ilyen, hát egy ilyen semmi közepén egy házban, és ott van egy, egy ilyen Ford Mustang, egy régi Ford Mustang, és éppen emeli, emel bele egy motorot. És ezt látni, hogy ez a motor az egy ilyen elektromotor, tehát hogy az, az is egy elég modern szerkezet, tehát nem egy, egy konvencionális motorot tesz bele, nem ez is utal rá, hogy ez így a jövőben játszódik, de ugyanakkor azért nem, meg például amikor, amikor a, a űrállomásról is úgy beszélgetnek a többiekkel, hogy van egy szoba, és akkor ott kell ilyen hologramként látja az elnököt, meg látja a testvérét. Az is ilyen futurisztikus, meg alapból összerakni ugye egy ilyen űrállomást. Na hát arról majd még sokat kell beszélnünk. De valahogy, valahogy ez, ez a része szerintem, ami egy katasztrófa filmnek, meg ugye így ez attól lesz igazán félelmetes, még igazán megható olyan szinten, hogy hatni tud az ember egy ilyen film, hogy beletesznek egy minimális vallást, tehát hogyha azzal így azonosulni tud az ember szerintem egy kicsit jobban, a amit én hiányoltam ebből a filmből. Igen, ezt amúgy teljesen aláírom neked, tehát ha belegondolunk, még a Függetlenség napjában is volt, Igen. ugye, amikor neki álltak imádkozni, és jó mondjuk az, hogy most ezzel ki mennyire tényleg ö, tud ö, azonosulni, mert nyilván mondjuk, aki nem vallásos, annak lehet, hogy nem feltétlenül hiányzik ez, de még lehet, hogy annak is, mert hogy hozzászokott, hogy benne van. Hát igen. Igen. Igen, igen, igen. Ez egy kicsit ilyesmi volt, és mondom, ez, e ezt emiatt, mert hogy nyilván az ember meg akarja ideologizálni, ez nekem is feltűnt, és akkor jött a párhuzam, hogy ez, itt, ez már azért mondom, hogy ez már a klímaváltozást legyőző emberiség, amelyik annyira el van telve magától, hogy megépítették ezt a kb. Babel típusú szerkezetet, amivel ők tulajdonképpen mindent tudnak szabályozni, és ők legyőzték a klímaváltozást a tudásukkal, meg minden ilyesmi, hogy lehetséges, mivel hogy ez tényleg feltűnő, mert ez kb. egy kötelező elem egy ilyen hollywoodi katasztrófa filmben, hogy mondjátok is, és mivel ez hiányzik, ezért ezt lehet úgy értelmezni, hogy bizony-bizony ez már az, mit tudom én, elistentelenedett emberiség, aki annyira el volt bizakodva önmagától, hogy lényegében nem, nem gyakorolták a vallásaikat. Sehol, tehát nem tudnak olyat mutatni. Látunk itt mindenféle embereket a világ minden táján, ahogy ezt szokták, ugye, természetesen itt is elárasztják Párizst, meg itt is jön egy szökőár ára Budabiba, meg mindent, tehát mindenféle, ami, ami látunk egy csomó ö, f, ö, rémülten rohangászó indiait, tehát van ebben a filmben mindenféle kötelező elem, ilyen szempontból, de a szokásos izé, imádkozós részek tényleg mindenhonnan hiányoznak. Szerintem ennek ez lehet egy magyarázata. Ebben igazat tudok neked adni, bár az tény, hogy én erre így nem gondoltam. Lehet, hogy, a, lehet, hogy az író rendező se, tehát nem, ez, ez, ez a gondolat. A fene kategória. Hát, hogy úgy volt vele, hogy a függetlenség napjában ez már megvolt, akkor az pipa. Most valami újat alkottunk, valami, <laughs> <jót. gül> valami jó. Valami jót, azt mondja. Jó, oké. Okay, okay. De mondjuk egyébként, ha, ha értékelni kell valamit, szerintem a színésze, színészi munka az nem volt ebben gagyi. Színészi munka az páratlan egyébként, meg én a függetlenség napját nagyon-nagyon szeretem, tehát az még egy szeret, szerethetően tudománytalan film, de. Jó, igen, a Sarád azért annyira nem rossz színész. Nem, egyen. És az Ether A többi kifejezést nem. Bár sajnáltam igen. egy ennyire rossz filmben, egy ennyire jó színészt látni. de de mennyire rossz. Tehát dramaturgiailag talán nem volt, bár tudom, most mindjárt rátérünk a tudományra, értitek, hogy ne, ez nem, de, de azért, azért dramaturgiailag ez nem volt egy annyira rossz film. Tehát én konkrétan rendesen meghatottam a végén, amikor a két testvér ott megölelte egymást, mit tudom én. Bár Gerardnak azért vannak jobb filmjei, tehát szerintem ez a 2020-as Grönland az azért sokkal jobb. Fogalmam nincs róla. Most, most én élek egy kő alatt. De én is együtt, de különböző kövek alatt élünk. De azt még elmondom, hogy én nekem proszopagnóziám is van, ami arcvakság tulajdonképpen, ezzel magamat diagnosztizáltam, mindegy, tehát, hogy emberek, emberek arcát összekeverem, illetve nem ismerem föl, és... Ja, az nekem is. Mi ennek a neve? Hát, görögös neve van, proszopagnózia, tudod, és, és ha ezt mondod, akkor az sokkal komolyabban hangzik, akkor az már egy Jó, szindróma. Jó, majd akkor ezt fogom mondani. Ugye? Én is tanulgattam egy darabig, de most már simán bárkinek az arcába lököm, hogy proszopagnóziában... Szenvednek. És utána elfelejted az arcát. Igen, nem? Jó, hát akkor én meg elmondom nektek, csak bocsánat gyorsan, még mielőtt elmondod Miklós, hogy nekem pedig olyan szintű kórom van, hogy én a, az embereket fölismerem az arcukról, de nevüket nem nagyon tudom, azt mindig meg kell nézni. Na, és akkor, akkor nekem se, se az nincsen. Tehát van ez az arcot, hogy nem ismerem fel, és még a nevét sem tudom. Én csak azt akartam elmondani, hogy emiatt a kondícióból kifolyólag én a, egészen végig végignéztem a filmet abban a tudatban, hogy a Russell Crowe a főszereplő. Ugye nekem, tök úgy, nekem, ne, nekem ez a csávó, a borostás, meg a testalkat, meg minden, az KB-tök úgy néz ki, mint akár a Gladiátorban, akár még inkább a mondjuk a, a csodálatos elmének az, azokban a jeleneteiben, amikor már azért megemberesedett a John Nash, Na KB pont, pont úgy nézett ki nekem a csávó, és utána mondtam, hogy jó, készünk a paralax, és oké, nézzük meg, hogy mit tudom én, kik a színészek, élnek-e még, mi van velük, és akkor esetleg, hogy ne! Gerard Butler, nem, nem. De szerintem azért is, mert ugye a, a Gerard Butler játszott a 300-ban. Igen, ez meg, igen. És ez ugye ez az a Russell meg a gladiátorban is. Hát... Meg, ez, meg egyébként hasonlítanak, tehát ez azért. Igen, hall, de, de és, hallod, 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 azt, azt mondja Géza, hogy hasonlítanak. Na, ez, ez azért nekem, nekem jó lesz. Szerintem mondjuk nem, de mondjuk én, én volt, voltam már úgy, hogy két amúgy egymásra tökre nem hasonlító emberre azt mondtam, hogy ők hasonlítanak, és amikor ott álltak egymás mellett, akkor rájöttem, hogy nem hasonlítanak egymás Na várjatok! De szerintem ők sem hasonlítanak. Jó, lehet, hogy nem, de most elmondom, hogy én nekem, tehát például amikor a Tégla című filmet megnéztem, ami ugye legendás, és akkor benne van a DiCaprio, meg a Matt és őket én végig összekevertem, és úgy azért nehéz az a film. Tehát. Na, na jó! Robert Sheenan is játszik, vagy a filmben őt ismeritek? Ez, a, ez egy ír színész egyébként, és a, van egy ilyen sorozat, hogy Miss Fitz kívülálló, 2009-es. Én ezt néztem anna ezt a sorozatot, és annyira vicces, hogy ebben ez a gyerek egy ilyen, ilyen brit, eh, hogy, hogy mondják ezt, akik ilyen probation nem vannak, az annak mi a magyar neve. Igen, hát talán közmunkának mondanak, de igazából nem az, tehát nem, nem, ugye nem az, tehát, nem tudom. Hát ott egy eléggé ilyen, ilyen nyers, fura gyereket alapít, alakít a nétönként ez a, ez a színész, és ugye ő van itt a Geostormban fönt, angol színekben, és ugye van egy jelenet, amikor ugye összevesznek a Gerárdal, és ugye ott eldördül egy, egy, fegyver, és ugye emlékszem volt egy olyan szokorébresztő adás, ahol lesz beszéltük, hogy van-e fegyver az űrállomáson, és egyébként van fegyver, tehát ez egy nagyon jól lenomodál lesz, de hogyha mondjuk eldördül egy fegyver, és kilőne egy, egy ablakot, akkor mi történne? Na például ezt hogy tudnád, Miklós, te tudományos szempontból összegezni, hogy tényleg ez lenne? Tehát mondjuk ki tudnál lőni egy, egy 90 méteres fegyvergolyóval egy üveget a űrállomáson? az, az érdekes, hogy ebben a filmben, ami nagyon-nagyon sok érdekesség van benne tudományos szempontból, vagy tudománytalansági szempontból, de ez talán a kisebbek közé tartozik, mert ugye a súlytalansági lövöldözéssel ugye van baj, de itt ugye az van, hogy itt egy forgatott űrállomásról van szó, ami azt jelenti, hogy van benne mesterséges gravitáció, ezt ugye el szoktuk fogadni az ilyen filmekben, mutatják is mutatják nekünk kívülről, úgyhogy az kb. El, elhisszük, hogy az olyan gyorsan forog, hogy, hogy a forgó ürelemes oldalára oda nyomja az embereket, és akkor azok ott mászkálnak. Ilyen értelemben az a fő probléma, ami az űrbeli lövöldözéssel van, hogy tudnélik, ugye éppen a rakéta elf hatására a lövés után hátrafele kezdene repülni az ember, ami a fő baj az űrbeli lövöldözéssel, na az itt ugye nem lenne, mert hogy ugye megbeszéltük, hogy lényegében itt egy g van, és ezt el is hiszük a filmnek, tehát a kérdés az innentől csak az, hogy, hogy az űrbeli az üreszközök ablakát azt át tudja-e vinni egy golyó? Hát én azt gondolom, hogy nem illene, tehát nem illene neki, mert például a nemzetközi űrállomásnak az ablakait az direkt olyan vastagra és olyan több rétegűre és úgy, úgy méretezik, hogy az ennél egyébként esetenként sokkal nagyobb impulzust képviselő mikrometeorit becsapódásokat kibírják. Tehát, hogyha... De hogy ez kívülről jön, nem belülről. Ez így van, ez így van, de hát ennek ellenére a vastagsága az, az fix, tehát az igaz, hogy ami belülről jön, ott ugye még pluszba hozzáadódik a belső nyomás, ugye nyilván, de, de összességében én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen, hát ez tényleg, ahogy mondtad is, ez egy 9 mm-es valami ilyesmi, tehát egy, egy kisebb kézifegyver. Nem hiszem, hogy ilyen kísérletet valak, valaha valaki végzett, de hát egy komolyabb, egy komolyabb ablakot, mondjuk olyat, mint ami a Space Shuttle-nek az elején volt, olyat nem, nem volna szabad neki átvinni. Most persze elképzelhet, nyilván űrhajó ablak, űrhajó ablak között is vannak különbségek, de, de azt kell elképzelni, hogy eleve ugye nagyon masszívra kell ezeket az ablakokat csinálni, amik ugye a belső egy atmoszférás nyomás és a külső vákum közötti határt jelölik ki, ugye, tehát, hogy azt mind ellen kell tartani, nagyon masszívnak is kell lenni, azért, hogy az emlegetett ilyen milliméternél is kisebb mikrometeoritok becsapódását is túlélje, amíg olyan nagyon pici, azért itt kilométer per másodperces nagyságrendű relatív sebességekről lehet szó. Most ennek ellenére persze elképzelhető, hogy lehet az ablakra olyan módon ö, rálőni, hogy hogy az pont kimenjen velem, is, de 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 azért szerintem nem volt annyira állapodjunk végig meg abba, hogy ez is hülyeség. Aztán... Igen, ez, ez, szerintem, szerintem Jó. is egy hülyeség. Mert szerintem, de igen, hogyha egy Skoda Octavia-ba bele tudsz rakni olyan ablakot, ami golyóálló, akkor szerintem egy ilyenbe is. Persze. Főleg, hogy mondod is, hát van fegyver a fedélzeten, akkor viszont kell a golyóálló igen, üveg. Igen, akkor meg kell. Igen. Tehát ez, ez, világos. De és belülről is golyóálló kell, igen. hogy legyen, mert ugye itt kint az űrben nem nagyon fogsz tövöldözni. <laughs> Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Tehát ugye van egy ilyen háló, amiben műholdak vannak. Na tehát erről kérdeznének titeket, hogy nekem ez is sok sebből vérzik. Tehát ugye mi az az anyag, ami ezt a hálót meg tartani. Mi tartja fönt azt a hálót, hogy ugye minden föllőnek már a súlytalanságban, akkor annak mozognia kéne, az nem áll, nem áll az a háló, hanem az tulajdonképpen mint egy ilyen valaminek mozognia kéne, ugye, mert hogyha tehát a súlytalanságnál van a háló, akkor annak mozognia kell, mint ahogy az űrállóás is mozog. Ezt nem láttam mozogni a filmben, tehát e e erről mi a vélemény? Az én véleményem az az, hogy, hogy, hogy ugye én kicsit messzebbről indulnék azért, tehát ez Ugye ebben a filmben azt lehet látni, és akkor oda jutunk, megígérem, hogy, hogy van egy űrállomás, ami az állítás szerint 500 km magasan kering, ami egy alacsony földkörüli pálya, és akkor azt látjuk, hogy ez alatt, tehát egy még ennél alacsonyabb pálya magasság fölött vannak valahogy műholdak elhelyezve, amik ö, első közelítésre talán úgy is kinézhetnének, mint az Elon Musk-féle Starlink műholdrendszer, csak hogy... És akkor ez még az őket összekötő kötélzetnél is egy fontosabb dolog szerintem, hogy lehet tudni, hogy valahogy ebben a filmben úgy képzelik a dolgot, hogy ezek a cuccok, ezek mindig egy adott földközi hely, földrajzi hely fölött állnak. Tehát, hogy konkrétan ugye úgy kezdődik a filmnek az első amikor elkezd bedurvulni ez a szerkezet, így elromlani, akkor az konkrétan egy afganisztáni falut fagyaszt le. Azt mondják, hogy az afganisztáni műholdunk tönkre ment, és meg kell szerelni, és aztán később is látjuk ilyen animációkon, ahol bejelölik, hogy a melyik műholdat kapcsolják ki megbe, hogy bizony, ezt úgy képzelik a filmrendezők, hogy ezek a föld egy adott pontja fölött állnak. Tehát forognak a földel együtt magyarul. Mintha igen. igen, tehát mintha egy nagyon magas tornyon lennének, na most nyilvánvaló, hogy ilyet az égi mechanika nem tesz lehetővé, egyetlen egy kivétellel, ami ugye a geostacionárius pálya, ami azt jelenti, hogy konkrétan az egyenlítő fölött, és nem is más szélesség fölött, csak az egyenlítő fölött, hogyha 36 ezer kilométer magasra fölteszel valamit, ugye múltkor is emlegettük ezt, akkor, akkor, akkor az van, hogy, hogy, akkor 24 óra a keringési idő, amennyi idő alatt a földpont megfordul a, a tengelye körül, és akkor lehet egy földrajzi pont fölött egy műhold. De az csak az egyenlítőn lehet, mert egyébként a pálya olyan pálya nem, tehát nem képzelhető el olyan pálya, hogy nem egyenlítői pálya, és mégis a Földdel együtt forog teljesen. Mert ugye a pályának olyannak kell lennie, hogy a föld középpontja végig a gyújtópontban kell, hogy maradjon. A középpontja, nem valami más szélesség. Tehát, hát hogy... Igen, csak ugye itt, itt nem csak az egyenlítő fölött volt. Hát a egyrészt, a a... másrészt nagyon alacsonyan. Tehát mondom, ez igen. a geostac pálya, ez 36 ezer egy nagyon magas pálya. Ehhez képest itt olyan 400 km környékén, látjuk ezeket, úgy, hogy közben mindegyik egy adott hely között van. Na most, hogyha ezt a teljesen fizikátlan dolgot hajlandóak vagyunk elfogadni, hogy valami, de nyilván nem, nem vagyunk hajlandóak, de hogyha valami miatt mondjuk azt mondanánk, hogy oké, okay, most ezt elengedjük a filmnek, és akkor képzeljük el, hogy tudunk-e valami hasonlót csinálni, akkor is az lenne, mint mintha a Starlink hálózatot, ha megnézitek, ami ugye Elon Musknak az a projektje, hogy ilyen internetszóró több ezer, sőt több tízezer, látsz a végcél, ugye, műholdal körbeveszik a Földet alacsony földkörüli pályán, ott is azt látjuk, hogy, hogy ezek egymáshoz képest is folyamatosan változtatják a helyzetüket. Tehát nem az van, hogy, hogy mint egy fix, fix rácspontokban együtt keringenek, mert pontosan ezért a, a földküli pályák nem így működnek, azok a pályák. Mecik egymást, tehát nem, nem, nem úgy repülnek formációban, mondjuk az egymásra merőleges pályákon levő műholdak mindig nem tudnak egymáshoz képest mindig távolságot tartani, mert egyszerűen a Kepler törvények ezt nem teszik lehetővé. Tehát ilyet nem lehet csinálni abban a formában, amit látunk a filmben, hogy hogy még ha el is fogadnánk, hogy oké, okay, most vagy elengednénk azt, hogy, hogy, ők nem egy helyben állnak, akkor is mondjuk olyasmit kéne elképzelnünk, hogy ez a műholdakból alkotott és kötelekkel összekötött ilyen, ilyen mit tudom én, ilyen, hogy hívják, szabályos test, vagy nem tudom micsoda, aminek a, a csúcspontjait jelölik ki a műholdak, hogy ez így valahogy egyszerre forogna a föld körül, ilyet nem lehet, nem lehet csinálni, tehát ez szétesik, ez nem, ez, ez nem teszik lehetővé a fizika törvényei. Kivéve, hogyha az egész egy nagyon merev struktúra lenne, ami mondjuk az már nem más, mint egy ilyen Dyson, Dyson szféra. Ami uh -huh. ugye egy Dyson gömb, amit mint a Moon Moonfall. Pontosan, igen. A, ahol ugye az volt az ötlet, hogy hogy valójában ott van valami, a hold az nem más, mint valami, amit egy teljesen hülyeség, tehát Mindegy, szóval. de ha emlékeztek, ott az volt, hogy egy, egy, egy fehér törpe csillag köré építették a holdat. Na most technikailag ilyet, hogyha egy teljesen rigid testtel veszel körbe egy csillagot, akkor persze elméletileg nyilván meg lehet csinálni, de ebben a filmben nem ezt látjuk. Vannak ezek a műholdak, és egyébként számomra teljesen érthetetlen okokból ezek kábelekkel vannak összefutva. Nem is ilyen távtartókkal, vagy nem tudom, tehát kábelekkel, amik mondjuk lehetnének, mondjuk mondjuk talán lehetnének szén csövekből. Igen, mert én például is erre az, ugye? De... Mert az űrlift, űrlift építéséhez is, ami Igen. pont a geostacionárius pályára menne föl, ahhoz ugye szén csövekből lehetne megfelelően ö, strapabíró és nagy szakító szilárdságú cuccot És könnyű. Hozni. És könnyű, így van. Na de hát így, így ez nem működik, tehát az egész egy, egy te égi mechanikai szempontból az egész történet az egy teljes baromság. Jó, tehát hülyeség. Igen, Jó, ezt megbeszéltük ezt hülyeség. is. Igen. Klaudia, mi, mi a véleményed róla? Ez még, még ami így, így kifejezetten a műholdakhoz, bár nem biztos, hogy, hogy ez nagyon szorosan kapcsolódna a filmhez, de de ami nekem még így eszembe jutott, az a kaszkád hatás. Hát ilyen űrszemét lavinára gondolsz? A, hát nem, de? De, de nem csak űrszemét, ugye ez már ja. most egy fenálló probléma lehet, hiszen ugye már most Rengeteg műhold, plusz az űrszemét, ami mondjuk akár lehet egy nem működő műhold is. Ugye van kering a Föld körül, és ugye már figyelmeztetnek arra, hogy bizony előfordulhat olyan, hogyha ezek a műholdak összeütközik az egyik a másikkal, és mivel most már tényleg rengeteg műhold van, plusz még mellé az űrszemét, ez elindíthatja ezt az úgynevezett hatást, ami ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egyik műhold neki megy a másiknak, az neki megy egy harmadiknak, az egy negyediknek, és gyakorlatilag mint egy, mint egy lavina, elkezdenek egymásnak menni ezek a műholdak, és és ugye azt aztán a végén gyakorlatilag a negyedük a vagy valamennyi százalékuk, de egy jó nagy százalékok az ugye megsemmisül. Ugye és pont ezen gondolkodtam, hogy oké, okay, hogy ezek tegyük föl, persze nem tudjuk föltenni, mert ahogy már Miklós te itt elmondtad, ez kvázi lehetetlen, hogy egy pont felett folyamatosan lebegnek, és akkor a föld forgási sebességével megegyezően haladnak, és még kábellel is vannak egymáshoz rögzítve, tényleg nem tudom, hogy hogy lehetne megoldani, sehogy. Tehát, hogy ez a Cascade hatás egy idő után szerintem így is, úgy is mindenképpen, ő, érvényesülne. És mondjuk hogy, menni, hogy mennénk át ezek között bármilyen űrhajóval, mert ugye ez is nagyon fantasztikus ebbe a filmben. Ezt látjuk a filmben. I, van, va, igen, van egy ilyen jelenet. Ugye, hogy ott ott, ott, ott kirep, átrepül a Space Shuttle-szerű űrsikló egy ilyen lyukon. Tehát ilyen, ilyen háromszög, hár, hár, háromszöges rácsba vannak össze De most egymás között a... most be tudják azt olyan szinten irányozni, tehát na. Hát figyelj be! De. ha ha Soyuz Apollo tudott egymáshoz csatlakozni, akkor végül is igen, ezt, ezt belehetne, de azért hozzáteszem, hogy ennek megvan a maga közlekedésbiztonsági veszélye. Mindez már olyan szinten ö, felfejlődött az űrutazás, ugye, hogy már így állnak, tehát kell, úgy indulnak a Space shuttle mint máshol a Volán <laughs> Sőt. Meg, meg ugye igen. én azt gondoltam, Edben hogy az űrepülő az, 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 az ugye azért állították le, mert azért megsemmisült egy pár de úgy néz ki, hogy vissza fogunk térni hozzá a jövőben a film szerint. Ugye vegyük észre, hogy ezt a filmet ugye mikor is csinálták? 17-ben. Ezt a filmet 17-ben 17 csinálták, úgyhogy ez tényleg nagyon furcsa volt, mert ugye, tehát ha még egyszer valaki azt gondolta volna, hogy esetleg ez a film a Kolumbia űrrepülőgép 2003-as tragédiája előtt készült volna, hát nem, ez 17-ben készült, amikor már, már bőven, a mostani űrhajókat tervezték, tehát már a lehetett tudni, hogy hogy fog kinézni, a, hogy hívják a, a SpaceX űrhajója, vagy akár az Orion. Tehát ugye az van, hogy szerintem van egy Space Shuttle romantika. Ezt, ezt többször tettel lehet érni, mert ha megnézitek, ha jól emlékszem, akkor a Moonfall-ban is yeah. ugye Space shuttle -t annak, egyszerűen az amerikai, pedig ez, is, ez egy még később készült film, tehát hogy, hogy egyszerűen az van, hogy, hogy az amerikaiak szeretik a Space shuttle akkor is, ha már nem használják, tehát azok. Úgy kell, úgy kell kinézni egy tisztességes űrhajónak az amerikai néplélek szerint, és ezt Hollywood ezt, ezt nem tudta átlépni azóta se. Ön megsemmisítés egy űrállomáson. Ennek mi értelme van? hogy még több űrszemetet csináljunk? Tehát nem elég? Igen, ugye ezt igen. a kérdést feltették a csávónak, aki a főszereplő, és nem a rasszok. <laughs> és akkor És azt mondta, valami ilyet mondott, hogy hát azért, hogy ne essen ránk. Na most ugye igen, de hát ha meg arra gondolunk, hogy mekkora balhét váltanak ki a Claudia által emlegetett kaszkád hatás. De mondjuk azért, hogy ebben, tehát hogyha elfogadjuk ennek a filmbeli fizikának a játékszabályait, akkor lehet, hogy a kaszkád hatás nincs. Tehát ugye, ugye, mert azért abból ered, hogy a műholdak azért ütköznek össze, mert egymáshoz képest nem nulla sebességgel keringenek. Most mi, mivel ezek a műholdak egymáshoz képest nulla sebességgel keringenek, <laughs> ilyen értelemben nem ütköznek össze. <laughs> Tehát csak például pont a fél, mit tudom én, hogyha véletlenül a volánbusz vezető ugye a Space Shuttle-t mondjuk részegemnek irányítja egy ilyen kábelnek, ugye akkor van baj. A filmnek az égi mechanikai problémája az talán egy kicsit azért még jobban, az eltörpül igazából viszont a klímaszabályozási problémája mellett. Az egy dolog, hogy, hogy ezek hogy jelenítik meg a műholdak mozgását, de most akkor ezennel szerintem ezen tegyük túl magunkat. De az időjárás befolyásolást hogy jelenítik benne? Ahhoz mit szóltatok? Én ezt tőled akartam megkérdezni, hogy ilyen lehetséges, mert szerintem ennél nagyobb badarságot csinált, energiát ad, melegít, hűt. Hogy? Nagyon jó kérdés, mert az elején olyan jeleneteket látunk, mint hogyha valami kis ki lőnének magukból ezek a műholdak valami pici bigyókat. Ugye vannak ilyen, 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 ilyen geoengineering ötletek, rengeteg féle, hogy hogyan lehetne meg, megcsinálni, a, a, meg, meg, megjavítani a, az időjárást, vagy akár a klímát. Na most az, hogy az időjárást befolyásolni azzal, hogy, hogy különböző valami részecskéket, aeroszol részecskéket beleszórni fel, felhőkbe mondjuk, hogy még idő előtt megkönnyítsék a részecskék kicsapódását. Ugye ahhoz, hogy eső legyen egy felhőben, ahhoz kellene kondenzációs szemcsék, vagy vagyis ilyen koszok a levegőben tulajdonképpen, kicsit leegyszerűsítve. Illetve, hogy azokat berakod, akkor azzal elő tudod segíteni mondjuk az esőképződést. Ilyesmi kísérleteket az 50-es évek óta csinálnak. Például egy híresebb eset volt talán, hogyha emlékeztek még, a 2008-as Pekingi olimpiára, ahol ugye az, arra, azzal kapcsolatban döngették a szervezők, a, a kínaiak a, a mellüket, hogy hát most ők megpróbálják megpróbálnak itt jó időt csinálni Pekingben, meg hogy ne legyen annyi smog, és hogy ehhez állítólag akkor ők megpróbáltak bevetni ilyen, ilyen időjárás mérnök, módszereket. Na most ilyesmire látunk utalást a film elején, amikor tényleg az van, hogy az űrből beleszórnak valami kis cuccokat. De nyilván nem csak ez van, mert ezzel ugye nem lehet megoldani szerintem azt, hogy, hogy így lefagyasztasz egy falut, de azt szerintem sehogy se lehet az űrből megoldani, tehát ez eleve probléma. Hát jó, de ugye Moszkvát meg elkezdi felolvasztani. És, és ugye, csak most, hogy belegondolunk, hogy egy háznak a kifűtése, hogyha jól szigetelt és 100 nézetméteres, akkor kb. 10 kilowatt, a ahhoz már kell egy kazán. Mi energia kéne ahhoz, hogy te leküldj egy valami lézersugárszerű cuccot, hogy ezzel felolvasszad Moszkvát. És ráadásul az, <coughs> az még az egyszerűbb eset, mert az afgán falu lehűtése szerintem sokkal nehezebb. Igen. Tehát Tegyük, Igen. tegyük fel, hogy le tudsz küldeni egy, egy nagyon nagy energiájú, fókuszált, mondjuk mikrohullámú mézer nyalábot, mondjuk, mit tudom én, most blöfföltem valamit, le tudsz küldeni egy valamiféle módon el egy elektromágneses sugárzást területre fókuszálva, amivel fel tudod perzselni az adott valamit. Ezt én jobban el tudom fogadni, mint azt, amikor ugyanezt lefagyasztással megcsinálják. Tehát én, én annak nem látom a fizikáját, hogy hogy a túróba lehetne távirányítással lényegében pillanatok alatt kifagyasztani például egy, 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 falut, vagy tengeri egy... Tengeri hullámot. Vagy egy tengeri hullámot, igen. Hát abban mennyi anyag van, gondolj bele. Tehát eleve ez a távfagyasztás, erre én nem tudok módszert. de te vagy a mérnök, tehát hogy tyum-tyum, hogy, hogy rálövök valamire, és az hideg, hideg lesz. Tehát vannak anyagok, ugye, amivel fagyasztunk. Tehát ugye például ott van a folyékony nitrogén, ugye ez egy nagyon jó anyag, de annak is idő kell, tehát ez nem úgy működik, hogy akkor... Igen, ezt rá kell önteni. De, de azt, sem, tehát... azt sem egyből fogja meg lefagyasztani. Hát egyrészt, meg... másrészt, másrészt, azt nem tudod távirányítással, izé, tehát egy lézerpointerrel rávilágítasz valamire és felmelegíted, oké. De hogy ugyanezt hűtéssel megcsinálni, tehát olyan cuccot, hogy hozzáérés nélkül, mondjuk az űrből oda irányítod és lefagyasztod, azt én nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet. De persze korlátolta a képzelő. Vagy erőm. még nem tudjuk, és ez a filmben valamit tudtak, ja. amit mi nem tudunk. Én nekem különben lenne egy tippem, hogy mi, mi volt ennek az egész, tehát magának a filmnek az alapja. Biztosan hallottatok már a harpról. Igen. Én nem, én nem. Jó. Na, a HARP, ez a High Frequency Active Aurora Research Program, ami tulajdonképpen az az alapja, hogy ez a sarki fényjelenséget kutatja, ugye Alaszkában állnak ezek a, hát ilyen csomó oszlop, aminek ilyen X van a végén, egy fekvő X, úgy lehetne elképzelni. Tulajdonképpen ugye mivel, hogyha, mivel ugye a sarki fényt vizsgálják, az ionoszférát vizsgálják, azt tanulmányozzák, és hát ugye mindenféle a magát, az eredményeket, mindenféle célokra, például mondjuk, nem tudom, védelmi célokra is fel tudják használni. Ugye ez Fairbanks mellett van Alaszkában. Szinte azóta, hogy ezt megnyitották, illetve most hát, ugye most már nem működik. 2014-ben zárták be, de ugye nagyon, -nagyon nagy a költségvetése, nagyon nagy volt. Na mindegy, szóval a lényeg a lényeg, hogy, hogy rögtön rengeteg összeesküvés elmélet kezdett ugye a HARP körül, forogni. Több tulajdonképpen tudományos végzettségű ember is aláfeküdt ezeknek a, ezeknek a mindenféle elméleteknek. Voltak ilyenek, hogy, hogy akkor a hárpal befolyásolják az időjárást, és ugye ennek az egyik, egy, egyik lényegi elmélete az az, hogy ezzel a hárpal be tudják folyásolni a bolygónak az időjárását, ami nyilván nem igaz, mert nem tudják, de, de, hogy maguk az összeesküvés elméletek azok itt kezdődnek, és én el tudom képzelni, hogy ez valamilyen Kielégítették szinten Kielégítették ezeknek az emberek. Hatott a magára a filmnek az elkészítésére, igen. De ez teljesen, ez teljesen jó észrevétel, szerintem is ez lehetett a háttérben, és egyébként az az érdekes, hogy tényleg mindig, mindig megtaláljuk ezeket, hogy, hogy ezeknek az emerik és barátai, ugye őt is belesorolhatjuk ebbe a körbe, ugye most már ezt látjuk, tehát az Amerikai és Barátai című filmeknek mindig van valami ilyen internet legaljáról beszerezhető összeesküvés-elmélet, ami az alapját képezi. Ez nem volt másképpen ugye a Moonfall esetében sem, ahol szintén kimutattuk, mi, amikor alámerültünk a mélységbe, az internet bugyraiba, akkor kimutattuk, hogy valóban léteznek olyan emberek, akik ma 70-es évek óta azt hirdetik, hogy a hold az egy üreges, mesterséges tárgy, és, és tényleg, és ez is megvan. És egyébként, ugye ez a, ez a hárp, ez nem működik, de egyébként, hogy érezzük, hogy ilyenek azért vannak a világban, ilyen obszervatóriumok, amik megfigyelik a magnetoszféra, a ionoszféra történéseit ilyen antennarendszerek segítségével, nem nem kell azért nagyon messzire menni, Budapesten is van ilyen, de, de, a Magyarországon talán a legfontosabb ilyen kutatóhely egyébként a, a, a Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium, ahol lényegében ugyanezt csinálják kicsiben. Tehát itt nyilván nem olyan érdekes, mint Alaszkában, ott a sarkvidék környékén, mert ott nyilván ott van a legnagyobb aktivitása a magnetoszféra, ionoszféra viszonylatban, mert ott futnak össze a mágneses erővonalak, de bizony bizony ilyen suma rezonanciák és egyéb ilyen magnetoszféra, ionoszféra jelenségeket ilyen tornyokkal Magyarországról is vizsgálnak, és ezt azért mondom, mert amikor én meghallottam a filmnek a magyar címét, hogy űrvihar, és nem tudtam, hogy miről szól ez a film. Nekem meggyőződésem volt, hogy majd erről kell majd beszélnem, mert hogy magnetoszféra, ionoszféra. Gondoltam, hogy az űrvihar az valami olyasmi, hogy napkitörések és csinálnak, és akkor összenyomja a föld mágneses teret, és akkor abból lesz a baj. Tehát azt hittem, hogy erről fog szólni a film, és akkor ehhez képest ugye kiderül, hogy igazából a vihar nem az űrben van, hanem az űrből van csinálva, és ugye angol, az angol eredetiben ugye a geostorm, tehát ez egy abszolút földvihar egy egész földre kiterjedő. Hát ha berakod a címébe azt, hogy űr, akkor az lehet, hogy több embert vonz, mint az, hogy geovihar, vagy izé. Na de a, várjatok, tehát az egészen nekem az a legnagyobb problémám egyébként, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ebben a világban úgy oldják meg a klímaváltozást, az időjárást, hogy ilyen lokális módon kezelik a dolgokat. Tehát például ott egy ciklon, beleküldünk némi izé szóratot, vagy odavilágítunk a csoda tyumtyum lézerrel, vagy mi a tökömmel, és akkor ott helyreáll az időjárás, időjárás és akkor gyakorlatilag ilyen folyamatos időjárás kontrollálás zajlik ilyen módon. Na most egyértelmű, már mint elméletileg is hülyeség, mert az időjárás így nem kontrollálható, hiszen az időjárás egy brutális mértékben turbulens folyamat, annak rengeteg kaotikus részfolyamata van. Ugye ez azt jelenti, hogy ha lehető sűrűbben helyeznénk el a mérőállomásokat, akkor sem tudnánk olyan pontosan uh, mérni a dolgokat, hogy mondjuk mit tudom én, egy héttel előre lehessen jósolni az időjárást. Elméletileg sem. Ugye itt van ez a pillangó effektus, tehát ugye biztos ezt mindenki hallotta erről. Ha máshonnan nem, akkor a Jurassic Parkban magától, ilyen malcolm akit múltkor nem is olyan rég éltettünk ebben a műsorban. Tehát, hogy az van, hogy, hogy bizony, a, az időjárás mérnökséggel az a legnagyobb baj, és igazából minden próbálkozás, mint amiket emlegettem már, hogy az 50-es évek óta mennek ezek, hogy szüntessünk meg tornádókat, vagy hurikánokat, ilyen meg olyan beavatkozásokkal. Maga a nagy Naiman, Naiman János is az egyik élharc, korai élharcosa volt ennek a az időjárás befolyásolása mesterségesen projektnek. Ezek mind-mind nem azon buknak el, hogy mi nem tudunk valamit beszórni a felhőbe, hanem azon, hogy teljesen kiszámíthatatlan elméletileg is az akár csak középtávú kimenetel. És ehhez képest, amik ténylegesen felmerülnek ilyen, mert felmerülnek azért ilyen geoengineering ötletek, hogy például a Földet hogy lehetne a klímaváltozástól megmenteni, azok nem ilyenek, tehát nem ilyen helyi beavatkozós ötletek, hanem például a kedvencem, a legegzotikusabb, az lényegében egy a, a Föld és a Nap közötti L egy librációs pontba, egy gravitációsan, egyik irányban stabil, másik irányban instabil pontba berakott ö, ernyő. Tehát egy napernyő, tehát tulajdonképpen a, nap, a föld, föld és a Nap közé berakni egy pici napernyőt, ami akár csak egy százalékkal, vagy még annál is kevesebb mértékben, ö, úgymond le, le tudná csavarni a Földre bejutó napsugárzást, egyszerűen fizikailag azáltal, hogy a Nap egy részét, egy pöttyöt mondjuk a közepén kitakarna, amihez persze egy ilyen Magyarország méretű vagy annál is nagyobb sőt, néhány Magyarország méretű reluxát kéne oda fölvinni, esernyő, de az az esernyő korán sem az egész napot takarná le még egyszer, csak mondjuk egy pöttyöt a közepén. Úgy is hívják ezt, hogy ez nem egy Dyson szféra lenne, hanem a nap körül, hanem egy Dyson pötty, Dyson dot. Na, például ilyen tervek vannak, nyilván mérsékelt komolysággal, de ezt legalább ki lehet számolni, és hogy lehet tudni, hogy oké, okay, hát hogyha az átlagos napsugárzás ennyire lecsökken, akkor az talán a fölmelegedés és ki lehetne kompenzálni így meg úgy. Tehát ilyenek, ilyen számítások legalább léteznek, tehát ez nem százszerzalékosan tudománytalan, de amit a filmben látunk, hogy úgy oldjuk meg a klímaváltozást, szájt, mit tudom én, micsodát, hogy nem az egész rendszerrel globálisan csinálunk valamit, hanem itt-ott mikromenedzseljük a problémákat, ez, ez teljes kapufa. Mi volt a legtudománytalanabb jelenet a filmben? Igazából ez Miklós ellopta tőlem a, az, az élvezetet már olyan szempontból, hogy ugye én pont, pont az elejét akartam mondani, ahogy ezek a műholdak fel voltak rögzítve, tényleg nem tudok más, hogy nem, tudom más, hogy ezt megfogalmazni, az ugye olyan szinten már tudománytalan volt, hogy gyakorlatilag tudománytalanná tette a, az összes többi részét a filmnek. De azért egyről még nem beszéltünk, tehát a végén, amikor ugye szét szakad már az ürállomás. Nekem annyira tetszik, hogy ugye űrruhába kimennek, ugye, és egy darab nem megy rájuk. Ja. E és ezt már nagyon sok filmben én megfigyeltem, hogy ez ez mi miért van, tehát miért nem lehet azt előadni, ami a realitás, tehát hogyha bemész űrruhába az űrtörmelék közé, biztos, hogy neked fognak menni darabok. De ezekben a filmekben ja. egyszerűen ilyen nincsen. Bizony nincs. Talán az Armageddonban néha van ilyen, hogy izé valakit eltalál egy izé, de akkor meg az, hogy a műholdba bemásznak, és amúgy kiderül, hogy ezeknek a műholdaknak van egy belső tere, egy ajtaja, és bele lehet szállni, és ott egy kabin amúgy. Mint hogyha mondjuk valaha felmerült volna, hogy egy ilyenbe emberek utazgassanak, vagy ilyesmi, és akkor végül így menekülnek. Tehát ezért, hogyha már egy ilyenről beszélünk, akkor azért van egy ilyen 10-20 tonna tömege is egy ilyennek. Így van. És mégis ott, ott vannak a föld körül. Hát ez egyszerűen... Nem, nem így fogjuk megmenteni a világot. Nem. Ja. Nem, nem. Ez biztos. De volt valami tudományos ebben hát, a filmben egyáltalán? én kételkednék benne. Szerintem egy volt. Tehát amikor a, a az a szőke csajszi a taxiba, ami önvezeti taxi, de mégis ő vezeti, ez megint csak érdekes, és ugye bemutatja ezeket a fantasztikus kaszkadőr tehetségre utaló vezetés technikai tudományait, hogy így visszafordul menet közben, tolat, úgy lő, stb. stb. És akkor utána az alelnök, vagy hát ez az elnök tanácsadója, odaáll egy ilyen testőre, hogy akkor most jönnek ki, most lődőd ki. Azért szerintem az, az, az jól nézett ki az a jelenet, hogy oda küldi azt hát a, a váron így... indíthatót. Igen. És ez kilövi az Igen, autót. ehhez értenek, ehhez értenek. Csak hogyha mondjuk a balisztikai, ilyen lövöldözési szakemberek szánt költségvetésnek a tizedét odaadták volna egy olyas valakinek, aki mondjuk egy egy három éves egyetemi bevezető képzést elvégzett fizikából, akkor ez a film akár sokkal több is lehetett volna. Hát vagy mondjuk olvasott egy minimálisan a témában. Tehát én, én nem kötném egyetemű egyetemi nem, nem. persze. Egy, egy, jó asztalos, aki érdeklődik. Ez, az ez kifényiret. teljesen így van. Igen, ez, ez persze. Sőt, az valószínűleg még jobban is jártak volna. Ö, marad bennetek még valami? Felszólítanám Hollywoodot, hogy ne készítsen filmeket. <laughs> Igen. Ez egy ilyen statement marad bennem, hogy nem vonna le a dolog drámaiságából, meg, meg a történetnek a, a megható jellegéből, meg az izgalmából az, hogyha egy minimális, tényleg egy ilyen produkció költségvetése mellett eltörpülő mértékben egy science fictionhez értő és a tudományban minimális szinten jártas asztalost felkérnének pár száz dollárért, hogy most csinálja már meg azt, amit mi itt megcsinálunk a Paralaxis Podcastban, így utólag, amikor már később, mert már öt éve kész a film, ugye? Tehát ezt így előre is lehetne. Hát igen, és elég sok mindentől megkímélnénk a, a rajongókat, vagy hát azok, akik érdeklődnek a téma. Meg jel. saját magunkat is. Nagyon jó, jó, hát de még végül is mi ez, ezért, ezért gyűlünk össze. Tehát ezért mi sem viccből választjuk ezeket a filmeket azért. Vegyük észre, hogy valami perverz örömöt azért jelent ez. El is érkeztünk az adásunk végéhez. Annyit még gyorsan elmondok, hogy a következő Parallaxis adás, ez a Dread Bíró lesz. Igen. 2022. október 27-én fog kijönni, ugyancsak velem Gézával, aki mérnök Klaudiával és Miklóssal. És hát megköszönöm akkor a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, ne felejtjétek, hogy ez a formátum annyira tökéletes, hogy még kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.